Nincs. Egyáltalán? Mert mikor, mikor vesztettük el azt a képességünket, hogy képesek legyünk eldönteni, hogy mit tudunk fölvenni, és mit nem? Én még meg se próbálom már. Nem? Van két vektor, ami, ami egymásnak ellent mond. Amúgy szeretném ezt megalajozni, mert ez most már tényleg nagyon kínos, ezt majd egyszer. <gül> hogy, <gül> figyelj, én a múltkor uh, annyira erőlködtem, hogy fiatalosnak tűnjek, hogy elkezdtem fölhúzni az oknimat, hogy, hogy rendesen. És rám szólt, a nomád bárban voltam, ahol tényleg sáral bekent félmeztelen indiánok voltak rajtam kívül, akik egyébként birkóztak a földön, meg kenúztak, meg nem tudom én micsoda, nem is értettem az egészet. És az egyikük félrehúzott, és mondta, hogy ezt így nem lehet. Hát ezt így nem ne haragudj, tűrd le, vagy valamit csinálj, de nagyon látszik, hogy te nem. Pedig úgy csináltam, ahogy ők, ahogy ők szokták, ahogy a 20 évesek szokták, de nem működik. Le, de de miért szól hozzá egy másik ember? Mert ez annyira irányra gáz irányra. volt, annyira gáz volt, hogy... hogy, hogy Úgy érezt, te... hogy meg kell téged. Különböző nők szokták megmondani az életemben, hogy mit szabad és mit nem. De az csak és... akkor olyan, hogy hogy nekik tetszik. De mert hogy már nekünk nincs meg az a képességünk, hogy mi eldöntsük magunkról, érted? Hát, én tudom, hogy hogy lehetne, csak Két dolog történik: ha azt veszem föl, ami szerintem jó, akkor az amúgy nekem nem áll jól, mert nem tetszik a testem, meg valóban nem jó, vagy egyszerűen érzem még, hogy mi a divatos, de azt már nem lehet nekem. De miért nem lehet? Ez olyan szemét, olyan hogy vannak fiatalok, akik csak úgy magukra kapnak valamit, okunk ok, Egy perc, és a az póló, egy farmer. Nem? Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor állok meg, minden ember megáll az öltözködésben, tehát mindannyian ismerjük a bácsit, aki pont 12 évvel ezelőtt volt még utoljára ugye, elfogadható divatos. És hogy ki De hol áll meg? Beszélsz, vagy? Nem, majd te is leszel ilyen. Valahol lesz egyszer egy inged, amire azt mondod, hogy most már nem veszek másikat, ez még jó. Vagy ez folyamatosan kezdődik, vagy ez egy, egy adott ruha tár? egyszer csak megáll és megfagy. Nem tudom, és mi lesz utána, hogyha meghalunk? Mert nekem uranofóbiám van. szerintem nagyon sokan fellélegeznek. Az lehet. De velünk mi lesz? Nem másokkal. Nekünk a van, És nem, hogy rettegek attól, hogy mennyországba kerülök. Ettől nem kell félnem. <laughs> Márko, ismerlek jól. De mi van, hogyha kiderülünk, ja, hogy a lelkünk urano. Uranofóbia. De miért, mi az uranónak, mi a következő? Ennek majd utána néznek a kommentelők. Figyelj, András, hogy mit fogunk tenni akkor, hogyha mennyországba kerülsz, te is, meg én is, bár a múltkor mondtad, hogy megkértél, hogy én mondjak beszédet a temetéseden, én meg megkértek, hogy Léci küld át a naptervejegyzést, hogy mikor számíthatok erre, mert eléggé elég tele van a nap. akkor meghalna, mikor te ráérsz. Csak, 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 te, beszélj ott, és röviden. Jó, de ne, ne aggódj, de hogy amikor még ketten leszünk a Mennyországba, és, és hogy nehogy kitudódjon, hogy nem vagyunk odavalók, mert ugye megpróbáljuk majd eljátszani, hogy mi olyan életet éltünk, hogy a mi létezésünk itt az helyén való. De hát te nem f -f -fosol ettől egy kicsit? nem, miután én ebben a formában ezeknek a dajka meséknek nem hiszek. Tehát én még, még ha létezik is bármi, ami a transzendensből bármi köze van ezekhez a szórólapokhoz, amik, amik ezeket hirdetik, és amik csak arra jók, ahogy az ember a külpolitikai híradókat nézi, hogy megöljék egymást az emberek. Noha egyébként a céljuk az lett volna mindegyiknek, hogy szeressék egymást az emberek, de ezt hagyjuk. De ha van is valahogy, akkor vagy nem olyan, mint ahogy elképzelik, tehát olyan nagy kapuba állás Szent Péter előtt, az nem valószínű, de ha mégis úgy van, akkor nekem van egy ilyen belső trükköm, hogy szerintem akkor azért rólam tudják, hogy én azért amúgy rendben hogy vagyok. Hogy te azt gondolod magadról, hogy olyan híres vagy, hogy a Menyországban is fölismerek, hogy gyerekek, ott a hajós. Nem, ott is azt tudják mondani, hogy megint itt van a jáksó, vagy nem tudom, a havas. Gyerekek, a havas máshol repetázik. És... Uh, de hogy tudni, tudni, fogják, ott tudni fogják, hogy én de, Miközben de, azt a kismacskát kibeleztem, meg elütöttem a aha. nénit az utcán, meg uh, pénzt Jó, loptan, folytasd, meg, folytasd. És a, baj, többi, baj. és, a többi, hogy én belül, belül, jót akartam, és érteni fogják, hogy mi, mi vezetett oda ahhoz a bűnhöz. De jó páros lennénk a mennyországban szerinted? Hogy mit, tehát, hogy, hogy tehát, mit tesz jó párossá egy jó párost? De miért pont a mennyországban? Akkor bárhol máshol jó páros vagyunk, szerinted vagyunk olyan jó páros, mint Bud Spencer és Terence Hill? Melyik, melyik vagy te? De nagyon, de nagyon felkérdezős vagy most. Hát de egy egy jel... jó, akkor olyat, amit te is értesz. Egy Azaria ilyen... és Dash. Stadionokat én... még nem töltünk meg. De én vagyok a kukás. Nem, vagy, melyik? vagy te vagy a kuka, tehát Figyelj, de én egyébként veled elmennék olyan műsorba, ilyen olyan tévéműsorokba, ahol így realityszerűen el kell veszni a de érsznek, hogy oda a feleségeiket viszik az emberek. Hát de nyilván a feleséged a gyerekekkel van, és ez alatt mi áll De akkor én lennék el. a te feleséged, tehát te egyértelmű, hogy te egy Bonnie és Clyde-ot Nem, én csak azt szeretném, hogy igazán egy sivatag közepén látni, hogy milyen ideges vagy, mert szeretem nálad elérni, amikor azt mondtad, hogy jó, most, most viszont már akkor tényleg menjünk és szerezzünk vizet. Eljössz velem egy ilyen műsorba egyszer? Engem hívtak már. Igen, és mondtad, hogy velem szeretnél menni, és soha többet nem csörgött a telefonod. Tehát, nem, nem, ez nem mondtam, hogy Csak úgy fog összejönni, hogy mi ketten elmegyünk a sivatagba. És ez még az a hogy egy rossz vicc kezdődik így, hajós a akkor elmenek a sivatagba. Nem megyek sivatagba. És mi a teendő akkor, amikor, a, amikor egy, egy jó páros, ne adj Isten, összebarátkozik. Tehát mondjuk elkezdjük egy, egy, egy kollégáris viszonyban, és aztán barátok leszünk. Az, mm, tehát, az miért baj? Hát ez nem, nem az van, hogy akkor az ember összekeveri a szezont a faszommal? Hát ha a páros egyik tagjának ilyen nagyon szar humora van, és például ilyeneket, hogy szezont a faszommal, ezeket így nem bír kihagyni adásról adásra, akkor, nem bír, nem, nem, akkor akár nem még tok... a barátság is rá <laughs> Jó, mert a következő vendégünk az tulajdonképpen... Ö... Mondhatjuk, hogy barát. Tehát ez most egy atipikus adás abban a tekintetben, hogy nem egy, nem egy olyan híres embert hívunk, vagy ismert embert, vagy valamilyen szempontból megismerendő embert, akit mi nem ismerünk olyan jól, hanem hogy mi őt nagyon jól ismerjük, én, én meg különösen. És én is nagyon jól ismerem, és ő is nagyon jól ismer minket, és voltunk már máshol is hárman, és attól félsz, hogy elveszítjük a műsorjellegünket és baráti társasággal alakulunk? Szerintem ez most más milyen lesz. Most egy kicsit más, hogy beszélgetünk. Ilyen, ilyen helyzetben még nem voltunk vele egyáltalán, de hogy egy kicsit beszéljünk róla, ő egy influencer, poéta, filozófus, újságíró, életművész. Én a kezdetektől figyelem őt, és szeretem azt, amikor olyan vendégünk van, akiben van közös vonás, szerintem, és ezt az egész műsor alatt ráerőltethetem, hogy ő szerintem ő olyan, mint én. És akkor szerencsétlen, Ezen ő. igen, szerencsétlen mérgezve. pedig szenvedettől, de szerintem vannak bennünk közös vonások, mert hogy ő egyébként amellett, hogy egy ismert ember, influencer és média tartalomgyártó, és most már egyre több helyen látható, leginkább humorhoz, joghez kapcsolható figurát hoz, amellett egy komoly ember is, komoly munkával is időnként. Olyannyira komoly, hogy megkopott nagypapának költözködik, pont úgy, mintha csak magára kapta volna, de hát a, talán aki belát a kulisszatitkok mögé, az, az, talán sejteni véli, hogy ezért órák tervezései előzik meg ezeket, az csak adhok magamra kaptam egy rúcit, egy ilyen kis rohangálósat. Szerintem neki igazi rajongó van, nekem soha nem Belünk volt ilyen, lentédben. ilyen rajongó táborom, de meg is érdemli. És hát végül, de nem utolsó sorban még mielőtt bejön, hát a gasztronómia nagy rajongója, fermentált Fonyaszt, töppeszt, csíráztat, felpirít, lepirít, szuvidál. megérkezésetek se volt még, nem? El, aki ennyire szevasz, pontosan. de ki kerekedve a szemed? Tehát, te vagy szóval, szevasz, de ki vagy kerekedve? <laughs> az is. Most arra te nagyon kellemetlenül érzed magad, hogy meg kellett hallgatnod a műsor elejét, <laughs> Figyelj, ugye? tök jó látni azt, hogy a Márkonak ezek a kis ilyen kis magánkis amiket csinál, ugye a mi kis sikeres projektünk mellett ezek nem jobbak, mint az, amit mi csinálunk, de nagyon kis édesek vagytok, nagyon kis ügyesek, és, és tök jó lett ez a zöld átfestés is egyébként itt a stúdióban. Én állom az ütéseket, a vendég komfortérzete mindennél fontosabb. Én pedig nem adom neked azt az örömet meg, hogy veled rivalizáljak itt nyíltan, biacs, hanem én is tűröm. De hát én befurakodtam tulajdonképpen. Neked milyen érzés az, hogy hát ugye Márko Barna síkideg múlt, Uh, probléma hajós Márkóval jövő. Tehát, hogy így a fiatalok így át, amit elindítottál, azt nem mert örökké, nyilván minden. Nézd, András, én nagyon örülök, hogy te, te még egyszer vagy fiatal, és, és kaptál egy új esélyt. És nagyon jó látni azt, hogy ez a gazdálkodsz. A Márkó, hát, miután már belőlem kiszopolyozta az életet, és a humort, és az élni akarást, most igazából a tenyakadra is ráfüggött. De én elhatároztam, hogy én itt jókedvű leszek. Kicsit úgy érzem, Kicsit eljegyzem magam, mintha egy ilyen karácsony lenne egy mozaik családban, ahol az exeim eljöttek, és most először szóba állnak. De ez egymással. egyébként azért nem igaz, mert ugye közben meg nekünk is fut meg ez is futsz, vagy igazából mindenki. Akkor örülne. egyet még csak el, hogy most már inkább emeljük a márkót, hogy nálatok is úgy van, hogy a aki nem ő, az nem csinál semmit hanem mindent ő rak össze, meg szervez, meg vág, vagy te, te csinálsz Nálunk, ott az, nálunk ő az, van, hogy a Márkó szeretné azt gondolni, hogy rajta kívül senki nem csinál semmit, de egyébként... Ez nálunk már megváltozott, András, mert... De hagyjuk is ezt... Akkor a nálunk nebent, is megfog. Tehát gondoljuk egy kicsit a nézőkre és a hallgatókra, és ne fetteskedjünk ennyit, hanem, hanem térjük vissza abban a mederbe, amiben ez a műsor szokott. Köszönjük szépen a sok év a rutin Szervusz, Balna! Hogy vagy? Szervusztok! Mi Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Vagyok! Új vagyok. lemez, koncert, turné! <laughs> ö, igen, egyébként mindig ezek a bemutatások azért viccesek, mert hogy tudjánk, éppen semmit nem lehet elmondani rólam, ö, de talán egyébként majd ez a témánk is lesz. Ö, nincsen se lemez, se koncert, se könyv, ö, de semmilyen más produktúr sem. Miért vagy ilyen szomorú? Erre szerintem ma szinte büszkének kell lenni. Attól, hogy valaki valamit elkezd ismertével, és jól csinálja, akkor az, vagy értem, hogy divat, hogy rögtön négy könyvet, öt filmet, hat dokumentumfilmet csinálunk magunkról, nem, nem csak ez, ez az, 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 hogy Nehéz az, hogy, hogy tehát ebben az egész ilyen influencer világban, ahol tulajdonképpen te tartalmat állítasz elő, én, én nem gondolom, hogy az önmagában apropó mondjuk egy interjúra, vagy egy, vagy egy, ilyen beszélgetése. Persze, ha mögötte megbújik közlésszándék, szándék, ami nekem megbújik, akkor, akkor, azt fel lehet használni azt a fajta figyelmet, ilyen szuper jó dolgokra és mélyebb dolgokról, témákról beszélgetni, de hogy alapvetően, és ez ebben nagyon sok, tehát sok interjú is ez előfordul, hogy leülnek velem azzal, hogy és, és akkor nem tud mit kérdezni, tudod, de hogy valahogy ez így működik. Ma ezért mondtam azt, hogy szerintem hasonlóak vagyunk, mert ezt egy picit olyan bonyolultan gondoltad most végig. Kicsit túl gondoló vagy, nem? Hát attól tartok, igen. Ö Őszintén zavar téged az, hogy neked nincs egy ilyen kézzel fogható, de hát miért ne lenne? Hát műsorok vannak, insta van, olyan kreatívumok a neten, ami, ami sokkal többet ér manapság, mint mondjuk egy uh, akvárium nagyhal koncert, az is valami, de hát hogy számszerűen nem, szóval a te az... egyik posztod az több annál. Igen, de hogy jó, nem, tehát nem akarom, ö, nem akarok rávenni titeket arra, hogy engem dicsérjetek, és nem is azért mondtam, ö, de hogy valahogy az közben egy eltolódott értékrend szerintem, hogyha többet ér ö, ezer like, mint ezer jegyeladás mondjuk egy koncertre. Hoztál hát, nekünk a... egy problémát, nyissuk ki ezt a babát, mert nagyon pörög, meg látom rajtad, hogy már úgy égeti a kezedet. <laughs> hát én, én azt hiszem, hogy érzelmi alapú döntés, vagy döntéshozatal, de inkább arra gondolok, hogy, hogy, a, hogy az, az érzelmi alapú navigálás, vagy, vagy az ilyen szubjektív értékítélet, dolgokkal kapcsolatban, és az, amiről eddig beszéltünk, az pontosan erről szól, hogy, hogy mindent benyomások és mindent a saját érzelmeim alapján navigálok az életemben, és hogy ez rossz. Hogy más, hogy lehet? Vagy mi, mi lenne ennek az ellentéte a racionális üzletember, aki azt mondja, hogy van egy célom, egy hasznom, egy taktikám, és akkor ahhoz képest? Uh -huh. Igen. Tehát annak is az érzelmei, csak annak az az érzelme, hogy pénzt akar keresni, és ettől boldog. De mindegy. De, de ez, ez az élet minden területén? Tehát nem tudom, munkában, magánéletben, sportban, bárhol? Tehát mindig érzelmi alapon közelítesz meg egy kérdés. Azt vettem észre, ez, hogy elmentem egy kócshoz. Na ilyet azért felnőtt ember nem csinál? Mindenek kócshoz vagyok, hogy jöhetsz hozzánk is, és mit, majd megoldjuk. Na. De igen, mert ő elmondta, hogy mi a probléma, és ti majd megoldjátok. Öm, nagyon írtózom ettől a műfajtól egyébként, tehát az ilyen, ilyen, ilyen kamu megfejtése, meg az, meg az, ilyen szalompszichológia, vagy ilyen kamu Hát köszönjük, hogy eljöttél. Igen, Öm, de ezért legalább nem kellett fizetni, úgyhogy azért vagyok itt. Mm. Ö, és akkor ő azt a, csinált egy ilyen személyiségtesztet, és ezen a személyiségteszten volt egy ilyen nagyon kirívóan alacsony érték, és ez volt az objektív értékítélet érték. Ez az kettes. Az objektív kaptam. értékítélet az mit jelent? Magadról? Magamról. Aha. Tehát nekem az objektív értékítélet az kettes lett, ami De ez azt mit jelent, jelenti, ez, hogy, hogy... objektív értékítélet? Hát ez lenne, ugye az, hogy, hogy saját magad tehát az érzelmeitől meg a te prekoncepciótól függetlenül tudsz döntéseket hozni, látod a világot, tehát mm -hmm. objektíven... Látod benne, hogy te mennyit élsz. Pontosan. mire vagy képes, mm -hmm. mire nem. Igen. És hogy nekem ez kettes, az azt jelenti, hogy nekem szubjektív értékítéletem van, tehát én mindent subjektíven látok, én mindent a saját nézőpontomból látok, és, és, és az általában érzelmeken keresztül történik. És ez nagyon-nagyon sok területre az életnek érvényes. Pontosabban azóta, hogy ezt tudom, azóta fedezem fel, hogy, hogy, hogy nagyon... Öm, hogy megyek ezt szépen egyszerűen, tehát, hogy ilyen hisztis vagyok? Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy rángatnak az érzelmeim, és nagyon nehéz ott nagyon nehéz kizumolni és objektíven látni dolgot. Ha például arra kérdezel, hogy mi velem, vagy mi van a karrieremmel, akkor azt mondom, hogy jó, hát igen, de hát közben meg olyan kis, azért mégiscsak ez egy Instagram. Miközben egyébként mindenki azt mondja, hogy objektíve ezek működő dolgok, és objektíve pedig egy értékelendő dolog. De hogyha én azt érzem, valamiért azt érzem, hogy de hogy... És hadd kérdezem meg, hogy ez akkor csak a Szerénység és az alulértékelés irányába szokott elcsúszni, mert most ez derül ki a szavaidból, vagy el tud csúszni a másik irányba is, hogy bajba sodrod magad, vagy nevetséges helyzetbe, mert egy pillanatra túlságosan elhiszed magadat, tehát az a vége is van a dolognak? A szerénységem az nem, tehát a mentegetőzésem az nem szerénységből fakad, hanem az tényleg egy, egy, egy ilyen objektív létbizonytalanságból, vagy szubjektív, vagy értitek, szóval egy ilyen belső létbizonytalanságból fakad. És az független azoktól, tehát én nem meg eljátszani akarom azt, hogy, hogy jaj, nem is, hát én olyan picike vagyok, és olyan csúnya, és nem mondjátok már, hogy én szép vagyok. Ö, hanem én tényleg úgy élem meg belülről, hogy hogy minden rossz. <laughs> vagy, vagy a legtöbb dolog rossz. Ö, és ez, ez persze ez igaz a másik irány, másik oldalra is, de nem abból a szempontból, rám speciál nem az jellemző, hogy én akkor elhiszem magamra, és azt gondolom, hogy én vagyok a legfaszább ember a világon, hanem hanem mondjuk például az én fejembe ez, mivel egy konstans dolog mondjuk az én social media jelenlétem, ezért el tud rajtam hatalmasodni az az, az érzés, hogy, hogy, hogy ezen minden múlik, vagy, vagy minden ettől függ, és utána így tudatosítani kell magamban, hogy de hát másoknak, mások, ahogy a Márkusz szoktam mondani, szarás közben nézik ezeket a tartalmakat, és, vagy, vagy, vagy alváshoz hallgatják ezeket a szóval, pontokat, hogy, hogy másoknak én nem vagyok egy, egy ilyen centrális meghatározó történés. És valószínűleg nem is magad hogy ennyire vagy ennyire bonyolult, mert aki követ és azt mondja, hogy óriási imádom a, a barnának ezeket, amikor a, a gép kapitán csinálja, meg amikor a milyen a tanár, meg ú, szerintem tök jól csinálja, akkor ő valószínűleg nem gondolja azt, hogy te egy ilyen bonyolult ember vagy, hanem azt szeretné tudni a legtöbb rajongót, hogy a mindig vidám, e, jó megfigyelő. Egyébként igen. Bocsánat, hogy én válaszoltam helyette, csak eszembe jutott, amikor legelőször találkoztunk, én kerestelek meg, hogy csináljunk egy közös dalt, és ennek nem tudom, négy éve mondjuk, kb. Ilyen ilyen van, három. Olyas, három és akkor én ma madástéren találkoztunk, és az igazi madástéri, tehát tudod, a, mindenre volt egy jó pofa megjegyzés, nagyon flagma, mindig ironizáló, az, a, az az örökké van egy frappáns beszólása, hát van ez a típus, akihez valamért Ilyen ö, volt? Ilyen volt, igen. Ilyen volt. Most csak fél tőled és távol akar tartani ezzel. <laughs> Persze, De hogy ilyennek ilyen... lát... Csak hogy azt mondtad, hogy milyennek láthatja az, aki követi az Instagramon, ilyennek. Tehát nekem absz abszolút olyannak láttam élőben is, mint amit gondoltam. Az örökké vidám, mindig van egy jó pofa beszólása. Ugye ez meg szerintem egy ilyen szag, hogy... hogy... Ez egy ilyen hál, nagyon hálátlan szerep viccesnek lenni az interneten, és, és különböző mértékben ezt biztosan ti is így élitek meg, hogy, hogy hogy akkor az emberek tényleg azt hiszik, hogy te egyébként a társaság közepe vagy, és egyébként te, te tényleg szeretsz ö, ö, mindig folyamatosan viccelődni, hát én társaságban nem vagyok vicces. Én társaságban zavarok vagyok. Ezt alá tudjuk támasztani. Egyébként ez igaz. És hogy, és hogy nem szeretek egyébként a, a középpontba lenni, vagy pontosabban csak a saját szabályrendszerem szerint, meg a uh -huh. saját barátaim között, ott, ahol komfortosan érzem magam. Inkább csak azt próbálom megfejtegetni, hogy hogy miből van ez a, ez a bizonytalan, létbizonytalanság, ezt a szót mondtad meg, hogy amit te belül érzel, az, hogyha magadra gondolsz, vagy a dolgaidra gondolsz, akkor valahogy mindig fél üres lesz a pohár, vagy mindig rossz lesz. Nem lehet, hogy az azért van, mert van egy képességed, hogy megfigyelj, átlás, valószínűleg ezért tudsz bizonyos helyzetekben jó karaktereket hozni, de valószínűleg ez rád is igaz. Tehát ez van, amikor a lézerszemű szuperhős Magában magán néz. is átnéz. Azt mondta, azt mondta a kócsom, hogy ilyet csak gondoltam, hogy ki fogok mondani, de hát most már te 30 vagyok, úgyhogy végülis kócsom is lehet. Azt mondta a kócsom, hogy, hogy ez a szubjektív értékítélet típusú ember, erre az is jellemző, hogy hogy iszonyú intuitív. Tehát, hogy azonnal meg tud mondani uh -huh. ilyen metakommunikatív dolgokból, tehát a, a, arról például, hogy a hajós felvesz egy zoknit egy nájkicipőhöz, vagy hogy a márkón nyolcadszorra van ugyanaz az ing, ugyanabban az adáson, stb. Tehát ilyen, ilyen, ilyen intuitív módon meg tudom mondani emberekről, hogy milyen típusú, jó vagy rossz, kedves, vagy izé, mik a hiányossága, stb. És hogy ez viszont egy pozitívuma ennek az egésznek. Cserébe a nehézség az az, hogy általában nekem ezek az ilyen belső megérzéseim bejönnek, tehát hogy, hogy ez beválik, tehát igazam általában, és, és ezért nagyon nehéz szakítani azzal, és nagyon nehéz elfogadni azt, amikor valaki azt mondja, hogy ja, de nem, hát most miért nézd már magad, de tök jó, amit csinálsz, mert hogy, hogy amikor folyamatosan azzal találkozom én gyerekkorom óta, hogy egyébként működik az a megérzés, ami bennem van, akkor nem tudom függetleníteni saját magamat se, a saját magam analizálásától, hiszen azt gondolom, hogy ha ez működik, akkor ez magammal szemben is működni De fog. Ez egy, ez, ez egy impostor szindróma tünete, mondjuk? Valószínűleg az is van benne kicsi narcisztikussal, kicsi borderline al szóval sok minden, sok minden keveredik, de... Mint hogyha így értenénk hozzá, csak volt ebben a műsorban olyan, aki pont ezt fejtegette egy adáson keresztül, hogy mindig úgy érzi, hogy nem elég jó, és bármilyen sok pozitív visszajelzést kap, akkor is bizonytalan a tekintetben, hogy ő tényleg jó. El. Hadd kérdezem úgy a dolgot, ahogy, ahogy most már, hogy ne így benne turkáljunk, hanem uh, uh, inkább ezt az típust vagy, vagy, vagy lépjünk belőled egy kicsit ki. Hogy lehet az, hogy egyfelől imádja a társadalom, és honorálja, ha valaki képes meta is lenni. Tehát nem csak az életnek egy ilyen egyszerű, primitív szintjé részt venni, hanem egyre bonyolultabban, idézőjelben, messzire ránézve, és mondjuk ezt az életről való meglátásait humoros kis alkotásokba belerakni. És e, akkor hogy, hogy ez viszont, ez a képesség, ez meg szenvedés annak a, az embernek, ennek nem örömnek kéne lenni, vagy kéne lenni egy kapcsolónak, hogy jó, este hat, metaszint le, most csak én vagyok. Szeretem magam, kakilok, eszem, barátokkal vagyok, filmet nézek. Szerintem ezzel nem csak az alkotásból megélő ember küzd, hanem biztos, hogy különböző szinteken mindannyian küzdünk ezekkel, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy én azért hoztam el ezt a problémát, mert, mert szeretném azt gondolni, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, vagy hogy a hallgatók, meg a nézők között is van olyan, aki erre, erre akinek erre van egy ilyen aha élménye. Ettől is kivagyok, ettől a Minden szótól ki lehet lenni. Igen. De ugye azt mondja az András, hogy, hogy ez egy szuperképesség. ugye? Hogy kicsit átlátsz magadon is. Ennek a szuper képességnek ugye van az az előnye, hogy nagyon könnyen eligazodsz és nagyon könnyen leveszed más embereket. Nem az van, hogy minden szuper képességhez jár egy szuper felelősség is? És akkor ez a teher, amit cipelsz, ez az árnyoldala, nem? Biztos, meg, meg az, hogy azt mondják, hogy az emberben két ló van, vagy az embert két ló húzza előre, az egyik, ez a kicsi ló, ez az érzel érzelem, meg az érzelmi alapú, a másik meg a racionalitás, ami meg a nagy ló, vagy legalábbis egészséges módon ennek így kéne kinézni, körülbelül ilyen erődíjnőményekkel, és akkor te vagy a kocsis, aki irányítja ezt a két lót. És akkor ebben lehetnek zavarok, tehát néha elhúzhat a kisló túl balra, néha elhúzhat a nagy ló, sőt olyan is van, hogy mondjuk a nagy ló elkezdi védelmezni a kicsi lovat, és lehet, hogy a döntésed az egyébként érzelmi alapon van, de annyira racionalizálod, hogy ez a nagy ló tulajdonképpen beáll a kicsi ló, mindegy. Öm, de hogy, hogy, valahogy biztos, hogy, hogy, ez egy erőny, meg egy erény, vagy nem erény, de egy előny, öm, ami, amire amivel én operálok folyamatosan, meg amiből én megtanultam élni, de azt hiszem, hogy most ilyen 30 éves koromra jutottam el arra a pontra, hogy elkezdtem felismerni ennek, ennek az ilyen akut hátrányait is. Akár az impostor szindróma, akár az, hogy, hogy, mondjuk egy projektnél, amit csinálunk, azt hiszem, hogy folyamatos, olyan szintű bennem a, az idegrángás, meg ez a fönt, lent. Ha pozitív visszajelzést kapok, azonnal azt érzem, hogy úristen ez a világ a legjobb dolog, és egy picike, mondjuk egy komment érkezik, ami azt mondja, hogy hülye vagyok, kopasz, és zsidó, és halljak meg, és nem tudom. Akkor meg ez azt érzem, element, azt nekem írták. <laughs> akkor, akkor meg azt érzem, hogy úristen minden rossz. És, és ez elkezdett annyira befolyásolni, hogy rájöttem, hogy ez, ez így nem lehet. Tehát, hogy valamit, el, valamit kell ezzel kezdeni, Ö, és hogy most elkezdtem ezen így aktívan gondolkodni, hogy hogyan tudnám ezeket a lovakat így be besorozni abba, abba a hámba, amiben egyébként való. Még mielőtt erről mesélném, mert erről kénytelen leszel, hogy eddig mit tudsz arról, Szerinted te nem tudod átverni magadat? Amikor azt mondod, hogy, hogy ezzel a másokat látó képességgel, ahogy leveszel egy helyzetet, és akár egy paródiát csinálsz belőle, és a lényegét megtalálod, ugyanígy magadra nézel, de szerinted biztos, hogy jól látod magad? Vagy, vagy tudsz esetleg hazudni magadnak? Tehát, hogy előre, tehát, hogy, hogy az egy hazugság, amit én látok magamról. Nem magam tudom, róla, jól látod-e látod -e magadat? Hogy igaz-e az, amiről eddig beszéltünk, hogy ez a elemző, gyorsan mindent átlátó, érzékeny, intuitív, intuitív képességed, ez maga? Hát mivel ez kifele el, mivel működ. Ez magunkra igaz? É, é, hát én azt gondolom, az, hogy valószínűleg igen, mert hogy kifele ez működik, és nagyon sokszor általában befele is működik. Van egy, egy, egy ilyen valami banális példát, szóval, hogy hogy ez a teszt azt mondja, azt mondja hogy, hogy, te az a fajta ember vagy, aki, hogyha valaki azt írja, hogy köszi, pont, akkor te rögtön elkezdesz, elkezd gyomorgörcsöd lenni attól, hogy úristen, passzív agressziót érzek a levegőben. nagyon sokszor bevált az, hogy egyébként amíg a mögött tényleg passzív agresszív indulat van. De nagyon sokszor nem válik be, például édesanyámnál, aki nem, tud, aki nem tudja, hogy online nem írunk helyesen, ezért ő jó magyar tanárhoz méltóan pontot tesz a köszönöm végére. És amikor én, én, én elkezdem emészteni magam órákon keresztül, aztán felhívom, hogy anya, mi a baj? Hú, és semmi baj nincs. Ez egyébként, megmondom eszítő, ez a az köszi, tehát é, igen, én most megijedtem, igen. Ma küldtem volna egy puszit édesanyána, hogy azért <gül> <gül> valaki még viszi a lángot tovább, hogy egy pont az a végére. Jó, de most értitek, hogy ez nyilván csak egy példa. Hogy nagyon sokszor viszont. Te tényleg megbonyolítod. Én nagyon megbonyolítom. De hogy, hogy nagyon sokszor viszont tényleg működik az, hogy jól érzem, hogy e mögött az e-mail mögött most az van, hogy egyébként. Akkor mi hiányzik neked azt a képességedet, hogy elemez, azaz a bonyolultságot teljes skálájában, mátrixában, vagy talán jobban, mint mások lásd, ezt nem akarod elveszíteni, ezt gondolom szereted magadban is. Ebből jön, ebből most már megélhetés és siker is jön, és ez hozzá tartozik. E a a brandethez. akkor miről van szó, hogy szeret, tehát, hogy szeretnél néha egyszerűbb lenni, mert neked könnyebb lenne a a, a minden napi életed? Ö, hát igen, szóval hogy hogy azt azt tapasztalom, hogy az elmúlt években, hogy hogy így nem lehet egyről a kettőre. Tehát, hogy az életben nagyon, nagyon sok feladat az arról szól, hogy le kell ülni és be kell seggelni, és főleg, hogyha az ember egyébként mondjuk elköteleződéseket vállal, vagy, vagy, vagy munkát vállal, vagy nem tudom, akkor ott, nem, ott nincs helye ilyen moralizálásnak. Én valahol azt szeretném elérni, hogy, hogy megtaláljam ennek a megfelelő mennyiségét és idejét, de tudjam azt, hogy mondjuk nekem szombaton 4 -től 6 hatig van időm moralizálgatni, de egyébként hétfőtől péntekig, 9 to five, nekem csinálnom kell azt, amit csinálok. És ez működik? Ez nem skizó, hogy Szerintem akkor az nem, ember nem... gyárt magának egy munkabarnát, és akkor a munkabarna tombolhat és csinálhat, amit akar, és utána majd a, a a valódi barna, meg majd utána szégyelli, hogy mit csinálta a munkabarna szerdán, vagy megbánja, de már visszacsinálta. Nem, szerintem valószínűleg van valami olyan pont, ahol ezek, ez a két dolog, ez itt tök jól integrálható egymásba. Mivel azon, gondolom, hogy mindkét véglet káoszt szül, meg, meg problémát szül. Tehát, hogyha én az lennék, hogy, hogy nagyon, nagyon racionális, és semmit, semmilyen érzelmet nem viszek be, és csak megyek, csinálom, és, és borítom magam előtt a sort, az, az se egészséges, és az se önazonos. Az biztos, hogy nem lesz ez egy ilyen 50-50 százalékos -50 arány, tehát biztos, hogy én alkatilag egyébként egy olyan ember vagyok, aki nagyon támaszkodik az intuíciójára. Ezért kell mellém egyébként olyan ember, aki nagyon nem az intuícióira támaszkodik, mi ezek a Márkóra. Ö, mert szerintem kettőnk között ez tök jól kijön, és tök jól kirajzolódik, hogy én nagyon sokat tanulok a Márkónak a, 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 az ilyen fegyelméből, vagy nem tudom, vagy, vagy, vagy az önfegyelméből, és nem azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy neked nincsen, nem, Világos, ez nem ér, közé ér, tesz meg értem, dolgokat, igen, de hogy, hogy, nagyon sokszor eljön az a pont, mondjuk a Márkóval van egy munkánk, vagy egy podcastodásunk, mi elkezdünk beszélgetni, moralizálunk, tarará, és akkor van egy pont, amikor a Márkó rendszer az óra ér, és azt mondja, hogy jó, akkor most igen vagy nem, eldöntöttük, és akkor utána menni kell. Én olyan vagyok, aki utána hazamegy, alszik hármat, és utána még visszahívja, hogy de amúgy figyelj meg, nekem most az jutott. A és hogy én értelek, mert én egy karriert vergődtem így végig, és nekem is egyik megoldásom az volt, amit már te is tudsz, meg mindenki tud, hogy, hogy nem szabad egyedül maradnunk túl sokáig, tehát, hogy kell mellénk időnként valaki, aki, aki észnél van, vagy aki más, nem biztos, hogy igaza van, csak vagy egy bizalmi tükörkülvilág, amihez képes lehet mérni. De azért az nagyon érdekes, hogy amiről beszélsz, az egy, az egy focista. A focista van a skála egyik oldalán, aki ha jön a labda, akkor mindegy, hogy mi van, dobálják, ordítanak, itt egy cél van, bejutatni a kapuba a labdát. A másik végén a a skálának meg a filozófus van, aki föl kell reggel, ránéz a saját kezeire, és már is megkérdezi, hogy létezünk, ez én vagyok, mi, mi az én. És ugye e, e között a, a, filozófus és a focista között akar az ember elhelyezkedni valahol. Te közelebb állsz a filozófushoz ezek szerint. Én közelebb állok a filozófushoz, viszont azt gondolom, hogy, hogy, tehát, hogy nem maradhat csak az én fejembe az, amit gondolok, és hogyha nem nincs bennem valamilyen fegyelem, és a közlésvágyamhoz nem tudok formát, formanyelvet társítani, aminek viszont szakkönyve van, amit meg kell tanulni, meg amit le kell, meg kell csinálni. Tehát, hogy ha a könyvet akarok írni, akkor, akkor tol kell meg papír, és idő, ameddig azt leírom. Vagy ha ezért akarok, tudom, podcastet akarok gyártani, akkor mikrofon kell, meg hangvágó szoftver. Szóval, hogy, hogy, meg kell találni azt, a, azt az arányt, ami, amiben, miben ez az egész működik. Nem lehet, hát, hogy... Bocsánat, sem? De... Ilyen se volt még egyébként. Ugye egyszer csak... És ez saját magát szakította félbe? De vagy szó, vagy rosszul van, vagy mi van. Nem tudom, múltkor volt egy olyan élőadás, ahol nekem muszáj volt kimennem mosdóba. És szóltam Jó, a színpadon, egy hát hogy hát valami... hogy nekem el kell mennem. Mi... De miért de nem, nem, el, hát az, e, A vendég. Nem. Várjál. Bejött a láma. Bejött a láma. Tudod, mire gondolunk? Én, én, nem, és speciál, én konkrétan egy olyan dologra gondolok, amit nem szabad kimondani adásban, mert akkor az lesz, hogy nem lehet téged hallgatni a szüleimmel. És most meddig várunk a Barnára? Bocsánat. A Minden oké? Okay? Ha minden szuper, Jó. nem. Jó vagy? Eddig. Minden rendben? Igen. Jó. Ö, azt mondtad, hogy, hogy lehet ezt okay. a, a, úgy csinálni, hogy akkor 9-től a ig a tudatos barna és, és a, aztán meg a hétvégén az intuitív barna. Hogy amikor a tudatos barna vagy, akkor abból milyen előnyök vannak? Tehát van olyan, hogy akkor nem kezdesz el moralizálni, hogy vajon miért írták oda a pontot a köszi végén? Tehát akkor kizárod az egész ilyen passzív-agresszív lefüleléseket? Hogy hogy? <laughs> hát igen, szóval hogy akkor az egy ilyen szemellenző mód, és akkor így, így, így és akkor megyek és csinálom. Meg... És ez mi, mit okoz benne? Tehát az, az, mi, okoz az neked elégedettséget? Jó érzést? Sikerélményt? Persze persze, hát utána tök jó, amikor leveszem a szem, szemmelenzőt, és akkor hátra nézek, és látom, hogy mennyit, mennyit épült a, ház házfala. Szóval az egy jó dolog, és akkor utána így elkezdem kiszedegetni belőle, hogy, hogy na jó, hát akkor végül is ez egyébként tényleg egy valós, ez, ez erre figyelni kellett volna, hogy, vagy erre most akkor vigyek, akkor ezt visszabontom, vagy nem tudom. De, hogy, hogy valahogy, de nyilván ez nem ennyire exakt, hanem, mm -hmm. hanem, valahogy így vegyül a kettő, de, de inkább azt mondom, hogy hogy azt sikerült elérni, hogy olyan dolgok, amik, amiknek nem szabad, hogy így, így kisiklassanak, azok már nem siklatnak ki annyira. Olyan van veled, amikor ez az egész kigurul? Vannak olyan projektjeid? Nem biztos, hogy kell erről beszélni, meg nem tartozik ránk, hogy mit, mit hogyan és milyennek éreztél, de hogy nincs olyan, hogy néha ö, olyan egyértelmű és tudsz filozófus focista lenni, mert és nem arról van ez szó, hogy igazából, mint az ember igazán tud szeretni és feloldódni benne, azt úgy, azt úgy nem is gondolja, csak csinálja. Hát de, van ilyen egyébként, meg, meg én is ezt gondolom, és ezért ezt is keresem, és ezért van az, hogy amint viszont vannak ilyen, ilyen piros lámpák a fejembe, akkor rögtön azt hiszem, hogy úristen, ez az egész kuka, hiszen vannak kétségeim. De hogy közben meg a való élet, az nem, az nem olyan, hogy csak olyan dolgot csinálsz, amiben... 150 osan bele tudsz állni. Mondasz vagy... példát ilyen kétségekből? Emellé adhatom-e az arcom? Ezért, ezért lehet-e pénzt kérni? Jogom van -e ezt kimondani, vagy őt kifigurázni? Vagy mi, hm, mik ezek a igen, kétségek? Igen, pontosan ebben a sorrendben. Nem tudom. Tehát mondjuk szerintem voltak olyan vendégeink, a podcast során, ahol, ahol, volt ilyen moralizálás bennem, hogy de most és, tudom, ez az ember tényleg, de hát hogy most az a színvonal, amit én akarok egyébként ez izé. És utána mindig kivétel nélkül bebizonyosodott, hogy egyébként igen, és kurva jó lett. Üm. És ez csak az én belső moralizálásom volt. Te idéled azt, akinek ez nincs? Ismerjük, nem kell nevén nevezni, de ismerjük mindannyian, akár még ebben az internetes kreatív térben, vagy influencer térben, azokat, akik válogatás nélkül, vagy csak egy szempont szerint, hogy hírnév, hogy pénzt, tehát ilyen mennyiségi alapon csinálják. És ez most csak az én véleményem. 15-20 éves távlatban az látszik, hogy nem járnak sokkal rosszabbul, mint mi. Nekem ez egy nagyon fájó pontom. Én nem azt a, akinek nincs ilyen érzéke, vagy inkább úgy mondom, hogy nem azt írítlem, aki érzéketlen, azt írítem, aki annyira integráns saját magával, hogy egyértelmű neki, hogy mi az igen és mi a nem. Ehhez valószínűleg társul egy ilyen, ennek az érzéknek a hiánya, vagy ennek az érzékenységnek a, 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 a hiánya, vagy, vagy tompaság vagy nem tudom. De hogy arra nem vágy, hogy hogy mondjam, így, nyilván egy ilyen édes butaságra vágyok, vagy egy ilyen kedves, kedves naivitásra vágyok, de, de, de aztán más téma. Inkább arra vágyok, hogy, hogy valahogy így magától jöjjenek a dolgok, vagy nem tudom. Ez így, mm -hmm. hogy, hogy tudjam, hogy mi a, mi a, mi a, konfekció méretem. És, és... Figyelj, olyan volt már veled, egy kicsit elkanyarodom, de nagyjából ugyanide mutat, mutat a kérdés, hogy olyan volt már veled, hogy kérdőjelek voltak a fejedben, mégiscsak megcsináltad, de így moralizáltál, hogy nem kéne, vagy kéne, jó ez, nem jó ez. És, és egyetlen egy komment sem jött, ami ami arra hívta volna fel a figyelmet, hogy ez tényleg gagyi, tehát hogy a kérdőjeleket megerősítse. hogy Volt már ilyen veled? Tehát, hogy nem füleltek per persze. le, hogy, tehát nem volt benne az, hogy akkor persze, ez... Persze, ezek szal. általában, tehát hogy nagyon kevés olyan dolog van, amit egyébként most én visszamenőlegesen azt mondanék, hogy, hogy ez így... Jó hatalmas iba volt. És ilyenkor ez megerősít téged? Tehát ilyenkor igen, egy picit esze, kisebb lesz legközelebb a kérdője? Igen, abszolút, igen. Tehát, hogy, hogy valószínűleg ezért is sikerült eljutnom arra, hogy, hogy ez most már nem egy ilyen, egy akut lázas betegség, hanem, hanem ki néha felüti a fejét, vagy nem tudom, hogy legalábbis oda eljutni, hogy erről most már tudok. Mert hogy, mert hogy amikor az ember ugye elkezd magát kirakni, vagy dolgokat kirakni az internetre, akkor nyilván egy, egy kénytelen megedződni, de hogy én közben folyamatosan azon szorongok, hogy mi az, ami már csak az edzettségem, és mi az, ami, ami, ami viszont reális kritika, vagy reális visszajelzés, vagy nem tudom. De hogy általában ezek működnek, tehát oké, okay, minden, szup -szup szuperek a dolgok. De közben ugye ez azért nehéz ez a kérdés, mert hogy akkor viszont arra gondolok, hogy azért egyébként oké okay minden, mert hogy, mert hogy moralizálok rajtuk. Tehát nem tudom azt mondani hogy mivel még egy egyedül semmi olyan nem volt, amiben úgy álltam bele, hogy csak hogy ezt most nem érdekel, és csak az is csak Ezért megint csak megerősít engem a saját moralizálásom, hogy jaj, hát akkor végül is valószínűleg volt értelme annak, hogy ennyit szenvedtem rajta, mert hogy végül is nem szar. Olyan is van veled, hogy most ez nagyon jó volt, ezt akartam, jól is sikerült, biztos, hogy baj van. Biztos most vagyok hülye. Most nem veszem észre, hogy valami nagyon nagy baj van. Uh, Bicet... van ilyen? Van, képzeld már, hogy és tőle, igazából ez valahol az, az, az ízlés kategóriába tartozik. Értem, hogy ezért, azt mondani, meg, meg ezért az, hogy nem is, ne, ne az, az, nem neked az nem is nem ciofot, de ez most nagyon érdekes volt hallani, hogy, így, hogy, azon, hogy elkezdem keresni a hibát. Hogy van ilyen, hogy, Szerintem hogy nincs hiba, és lehet, kevésbé keresni. van ilyen, és azt sejtem, hogy a barnával van ilyen, hogy még attól is képes megijedni, hogy minden rendben volt, nem lehet-e, hogy ő nem látott valamit, és a őrszemek egy pillanatra elaludtak? Persze, persze, de hát igen, hogy szóval ez az impostor szindróma, ez, ez, ez működik, de hogy, hogy valószínűleg erről beszélni, hogy nem annyira szimpatikus, mert hogy egy ilyen álszerénységnek tűnik, meg, meg az ember amit ahogy te is elkezdted egyébként, mert hogy egy jó, jó érzés embernek erre az a reakció, hogy de hát barna, hát ne viccelj már, hát olyan jó, amit csináltak. De hogy nem erről van szó, hogy nem, megvan nekem az egészséges mértékű egóm, tehát fél, félreértés ne essék, más szinteken zajlik ez a diskurzus bennem. Tehát nem arról van szó, hogy én jó vagyok-e, vagy jó ember vagyok-e, vagy nem tudom, hanem, hanem Akkor, más. tudjuk ezt egy kicsit egyszerűbben fogalmazni? Mi vagyunk ilyenek, te elég nemzetközi figyelmű vagy, és jól beszélsz Angolul. Máshol is van ez, vagy egy picit ez a mi világunk, ez a kelet-európai jelenleg, hogy igazából azért kell azon gondolkozni, hogy nem vagyok-e sok, mert sokat kell csinálni ahhoz, hogy olyan kis sztárocskák legyünk, meg hogy pénzt keressünk, hiszen, szóval, hogy te vagy az oka ennek a dilemmának, vagy a környezet is hát szerintem van összefüggés a környezettel, de hogy közben meg rendszeresen látjuk, hogy a, a világ legviccesebb, meg leghumorosabb emberi a, a, a halnak meg tragikus módokon, meg távoznak közünk, mm -hmm. szóval hogy, hogy, hogy biztos, hogy ez valahol egy ilyen szakmai áttok is, vagy egy ilyen ártalom. Nyilván az a, az a látás, vagy ez, ez az ilyen harmadik szem, vagy ez az intuíciós készség, ez hozzájárul a humorhoz is, meg, meg a meg az iróniához, meg, tehát hogy, 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 egymásból fakad a kettő. Biztos, hogy nem kedvez ennek egy ilyen megnyomorított poszt világ, amiben élünk, meg egy ilyen magyar média helyzet, amiben élünk. Meg egy piacnagyság, amiben élünk. Igen, szóval hogy, hogy valószínűleg hat egymással a kettő. Te nem rég, hogyha már arról beszélünk, hogy ilyen karrier meg existenciális kérdések, hogy nemrég ott hagytál egy biztos munkahelyet, ami amiután te szabadúszóval váltál. Tehát ezek még erősebben jelentkezhetnek, ezek a kérdőjelek. Jelentkeznek is még erősebben, miközben tehát például azon, hogy, hogy a felmondásomon két és fél évig lamentáltam, három évig voltam ezen a munkán. <laughs> <laughs> és hogy egyébként ez rám. Próbai idő, és az próbaidő végén már azt mondtad, hogy mi lehet, hogy. De mikor nagyon szerettem, felmondani. amit csinálok, és nagyon <laughs> szerettem ott dolgozni, és nagyon szerettem a, az egész ügyet, meg mindent. Tehát, hogy, hogy például ott ez volt a második ilyen munkahelyem, két munkahely közül, eh, ahol, ahol azt vettem észre, hogy fél év után elindultak nem ilyen, ilyen hatalmas, ilyen egzisztenciális hullámzások, és hogy úristen, minden rossz, amit csinálok, és rossz, amit és akkor utána rájöttem, hogy ha, hogy lehet, hogy egyébként nem a munkahelyemmel van a baj, vagy nem, nem, külső probléma, hanem egyébként belül van, és lehet, hogy nem is probléma, hanem bennem van valami, amit meg kéne értenem ahhoz, hogy tudjam navigálni, és, és inkább a, 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 a maga belsőmet kéne, nem megváltoztatni, belülről kéne adaptálódni jobban, vagy a belsőmet kéne tudni jobban használni, és ahhoz válogatni egyébként a közegemet, és ahhoz szabni saját magamat. És az, azóta az adott egy ilyen nagy feloldozást, hogy hogy egyrészt nem gondolom azt, hogy beteg vagyok, nem gondolom azt, hogy lusta vagyok, tehát nem, nem gondolom azt, hogy... hogy hogy mit tudom én, mentálisan vagy érzelmileg labilis vagyok azért, mert egyébként nekem ezek okoznak ilyen valós örlődéseket, meg otthon ilyen, ilyen, ilyen nyomasztatódásokat, meg nem tudom. Ha nem tudom, hogy én ez a típusú ember vagyok, és nekem velem úgy kell benni, meg nekem olyan munkák kellene, meg olyan projektek, ahol egyébként ennek valamekkora tere van. Csak megpróbálom megbelülni azt, hogy mi az, ami még egészséges, és mi az, ami még élhető, és ami a legfontosabb, hogy mi az, aminek a végén nem az van, hogy, hogy majd a halálos ágyamon azt veszem észre, hogy semmit nem csináltam, mert mindenből egy ilyen morális dilemmát hoztunk, és, és mindenre azt gondoltam, hogy, hogy minden szar ezért semminek nincs értelme. Mint az a szép régi, még szovjet előtti orosz vicc, hogy az avantgárd festő meg a barátja fekszenek az ongor alatt halálrészegen, pesgővel és hajnal van, és ajósra mert csinál, mindent csináltunk, mi csináljunk, szarjunk az ongorába, és akkor azt mondja ájós, ha... Ezek úgyse értenék. Szóval. <g ở> <laughs> e, 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 e neked ez fontos lenne, hogy hogy mit hagysz magad mögött? Tehát, hogy hogyan emlékezzünk rád? Van bennem egy ilyen, valószínűleg megint csak egyébként egy ilyen alkati, öm, meg egy ilyen, egy ilyen, biztos, hogy egy ilyen generációs, ilyen traumatikus, öm, ilyen apátia, vagy, vagy nem tudom. Öm, hogy tulajdonképpen mindig minden szar. Egyik letesz kellett volna azzal, nem is, hogy itt indul a beszélgetés. Mindig, mindig minden szar. Minden szar. Mondja, egy sikeres, vidám, fiatal uh, egészséges de ez, de, ember. Ez, de persze, azért de azért azért azért, most a külvilág értem, csak erre. Hogy, hogy ez Mit képzel ma... ez a gyerek? De ezt mondom, hogy, 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 tehát, hogy nem ezen a szinten van ez a diskurz, tehát, hogy nem erről beszélgetünk. Mert, mert, persze minden szuper, mert minden jó, de hogy valahol belül mégis mindig minden szar, és, hogy, hogy, és ezt nem azért mondom, hogy győzzetek meg, hogy nem így van, mert nem, mert nem gondolom, hogy erre mert meg kéne biztosan győzzék. Tudom, hogy mert szar, biztosan ez. tudom, hogy mindig minden szar. De, de pontosan azért kell valamit csinálni, értitek? Hogy, hogy valamit viszont kell. Igen. De nem ez tudom. magad miatt fontos, vagy a többiek miatt fontos? Tehát te azért csinálod, hogy kicsit kevésbé legyen szarhely a világ, vagy azért csinálod, hogy eltereld a figyelmedet arról, nem, hogy ez szar a hogy Nem, ez, magam miatt fontos valószínűleg, meg az ego miatt is fontos. Ez biztos, hogy, hogy, hogy az, egóm fontosabb nekem, mint a, a világ. Ezen semmi baj nincsen, mert... De hogy mindannyian valószínűleg így vagyunk kitalálva. Most el, el, előkérdezek, elő vagy felkérdezek, és bocsánat, ha ez rólam szól, én ezt vállalom, mert nem ennyire nem ismerhetem a lelked belsejét, de abból, amit mesélsz és amit magamra tudok vonatkoztatni, és pár év tized előnyel, hadd kérdezzem meg, hogy biztos, hogy szar, nem lehet, hogy csak az van-e, hogy nem elég, nem lehet, hogy csak az van-e, hogy valamitől nem merem azt mondani, hogy mind a kettőt akarom, és egy ilyen kvantumrezgésben akarom egyszerre azt is, azt biztos, hogy ilyettség, tétovásság ezt nem talán inkább egy visszafogott, agresszió és világelfoglaló telhetetlenség? Szerintem nem, mert meg, meg nem is jó, azt nem szar minden, hanem hogy igazából semmi nem számít. Tehát nem úgy szar, hogy minőségileg rossz, hanem hogy igazából a nap végén semminek nincs úgy igazán értelme, ezért van igazából mindennek értelme. Ebben a sikátorban most musz, nem tudtunk utána jönni már a igen. Nem, nem, akarok ilyen, ilyen, ilyen unszimpatikus mélységekre menni, de hogy ez inkább bennem nem a nem az, hogy, 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 nem elég, valami létezni akarás, vagy, vagy, vagy nem tudom, amit te kérdeztél. De ez, miért, de ez, miért, fontos? Azért, hogy befolyásold a világot egy kicsit? Nem akarom előhozni a holokauszt kártyát, de, de, meg fogom tenni, mert, mert egyébként a, 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 így a legérthetőbb, talán, vagy ezzel tudom a legjobban modellezni. Tehát, hogy nekem édesanyám családját ki akarták írtani. Ki, nagyon ilyen 90%-os sikerrel ez meg is történt én nagyon sok motivációt szedek ebből arra, hogy, hogy legyek, vagy jelen legyek, vagy hogy itt csináljak valamit, hogy karcoljam így a városnak a, a, falába a monogramomat. Már csak azért, mert meg lett kérdőjelezve az a létezés, amivel, amit én birtoklok, és ez nem kell szerintem holokauszt történet, hanem hogy valahogy rá vagyunk kárhoztatva a, a létezésre, és ebben van egy ilyen, ten, tehát ebből kell, hogy fakadjon egy ilyen tenni akarás, vagy, vagy az, az, az elmúlásunk súlya miatt kénytelenek vagyunk valamit tenni. De hogy ez valószínűleg egy ilyen több blama alap tézis. de hogy valahol, valahol ez motivál, ez függ össze azzal, hogy minden elmúlik, vagy minden rossz, vagy igazából semminek nincs értelme, ez adja az értelmét, vagy ez a végpont adja az értelmét. Neked a szüleid mit szólnak ahhoz, hogy, hogy most szabadúszó kreatív alkotó vagy? Hát nyilván ö, teljesen ki vannak. De ez nem igaz. Nem, nem, ez nem igaz, nincsenek ki egyébként. Neked és írtam az is megint És amikor találkoztam az apukáddal, igen. és ugye sugárzott belőle, tudom, az imádat Tudom, büszké, büszkék, a... és most már nem. Igen, tehát a, amikor először és ez nincs összefüggésbe azzal, hogy most freelancing, vagy kreatív, vagy nem kreatív, nem Akkor először felmondtam három év után az első munkahelyemen, akkor édesanyámra így kiült egy ilyen sok, és akkor mondta, hogy tehát parnos, de hát te már ebbe beletettél három évet, és akkor mondtam neki, hogy igen, de hogy én, nekem ez elég is volt. És akkor, és akkor olyan esik voltak, hogy én visszamegyek tanulni, és hogy akkor ebben hogy lesz újra munka, és akkor utána lett, egy sokkal jobb hely, és akkor, és akkor ott megnyugodott, és akkor utána mondtam három év után, hogy na, most nekem ez is elég volt, és akkor megint jött, hogy de hát ez az, uh -huh. hogy ők ez nem, nem, tehát édesapám 40 év után megy nyugdíjba ugyanarról a helyről, ahol elkezdett az dolgozni. Iskolai, Édesanyám a második munkahelyről megy nyugdíjba nem sokára. 35 év után. Szóval, hogy, hogy, hogy ez egy teljesen másik világ, és azt hiszem, hogy, hogy, ezt is fel kellett ismernem, hogy nem, nem az van, hogy én egyébként egy ilyen zabolázatlan, egy ilyen, egy ilyen ö, hisztérikus ö, ilyen meg, karrierét és önmagát magát nem találó ember vagyok, aki mindig ké, három évente teljesen irányt vált, azért mert mert hisztérikus. Hanem valószínűleg az van, hogy más világot élünk, amikor amikor ezt már meg lehet csinálni, és az ember az valószínűleg inkább így van kitalálva, hogy ö, hogy készségek mentén halad, és nem karrier lépcsők mentén, vagy nem ilyen karrierbeli pozíciókat ö, lépked meg, hogy deputy ball senior, és a többi, hanem, hanem én például azt látom magam előtt, mindig teljesen így ki tudok készülni attól, amikor megkérdezték régen az ilyen nálam egyébként ö, ilyen céltudatosabb és tehetségesebb ö, osztálytársaimnak mindig, hogy neki akkor van 5 és 10 éves terve. <laughs> és akkor én, én mindig iszonyatosan is kiakadtam, hogy... Azon én is mindig röhögtem. És éves terv, én, én, röhögtem, majd utána egy majd gyomorgörcsem lehet, hogy úristen, akkor nekem is kéne, és akkor vettem egy nagyon szép naplót, meg nagyon jó minőségű tollat, amit kiraktam az asztalomra, és akkor néztem egy fél éven keresztül, hogy nem írtam bele semmit, és akkor most van nyolc ilyen nagyon szép minőségű naplóm, meg bőrkötéses meg stb, és soha nem írok bele semmit ami megint csak a neurózisomnak egy nagyon jó jele. De hogy utána, utána rájöttem, most már, hogy ez így másodjára megtörtént, hogy, hogy én, én, nem tudok, nem tudom kitalálni azt, hogy öt év múlva milyen pozícióba leszek, azt tudom nagyjából vizionálni, hogy én öt és tíz év múlva kb. milyen típusú ember szeretnék lenni. És milyen? Ezt, 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 ezt? De, 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 de nem is az a lényeg, hanem az, hogy, hogy ha azt tudom, hogy kb. milyen akarok lenni, akkor azt tudom megnézni, hogy az milyen készségekre van szükség, és azokat a készségeket tudom elkezdeni fejleszteni. És ez ebben lehet, hogy nem egy ilyen egyenes ilyen 9-45 fokban ívelő, felfele ívelő arányosság lesz, de hogy van valamilyen cikk ilyen fölfele, mert hogy, mert hogy azt tudom, hogy kb. ki akarok lenni. Szerinted a síkideg-barna megmarad, a barna fog, ez, ez, a, ez a dolog fog több mindent csinálni, vagy pedig amellé fogsz te más dolgokat is csinálni, vagy másokkal fogsz más dolgokat is csinálni? Aha, igen, igen, igen. igen. Köszönjük a válaszokat. <hállás> nem, de nem de, úgy, én, tényleg úgy karrierileg, öm... emberileg. Nem tudom. Szóval, hogy egy, egy budai Bauhaus világban képzelem el magam, egy nagyon nagy autóval. Ezt az embert ezt... ismerjük, tehát én most <laughs> tudom, hogy kiről beszélsz. Ne, nem tudom. Szóval, hogy hogy nyilván... Szóval próbálom én érzelmileg függetleníteni magam az ismertségtől, hogy próbálok ezzel nem reálisan tervezni, tehát nem nem akarok azzal tervezni, hogy tíz év múlva én kétszer ilyen híres leszek, vagy 80 százalékossága lesz meg a híreség, nem tudom. Ezzel nem, akarok, ezzel nem akarok tervezni, mert akkor már erőltetetté válik az egész, meg akkor én, ehhez, meg akkor én, 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 ahhoz fogok kapcsolódni, hogy, hogy hányan követnek, vagy hányan lájkolnak, nem tudom. De ez, igyekszem egy ilyen praktikus számként megtartani, és nem érzelmileg ö, függni tőle. Ö, azt tudom, hogy valamilyen formában szeretnék valamit majd még így közölni, de hogy ez mi lesz, azt nem tudom. Ezt, ezt, ezt keresem. Mi a platform, mi a, mi a maga a formanyelv, ne, nem tudom. És emberileg? Hát egy nagyon-nagyon jó ember szeretnék majd lenni. Hát a hollás munkához, kedvünk. Igen. De egyébként nektek, és ebben még te, is bőven beleértendő vagy, nálam fiatalabbak, nektek van ilyen, ilyen expiring görcsötök, vagy hogy, hogy, hogy meddig tart az, ami az interneten van, vagy azonnal lekerül, vagy az meddig lesz érvényes, mert mi, akiknek a tévé volt, mi pontosan tudtuk, hogy igen, az úgy lök egy ilyen nagyot, de az aznap este van, és eleve csak egy ilyen utórezgés hullám az, ami marad belőle. Tehát ehhez képest ez egy picit erről is szól, hogy attól is félsz, hogy elmúlik onnan az internetről minden? Nem, pont, hogy pont ezt mondom, marad? Hogy, ért, hogy próbálok nem félni, hanem a helyén kezelni, és azt, a, azt gondolni, és megint csak nem áll szerénységből, hanem hogy, hogy megtartani ezt annak, ami. Természetesen, hogyha már, már ezen múlik, hogy van-e kenyér meg tojás, akkor ez egy picit más téma. Tehát, hogy át kell ezt, meg okosan kell csinálni, meg stratégiázni kell, meg, meg posztolási időszak van, meg nem tudom. Szóval, hogy, hogy, muszáj ebbe belemenni, de attól függetlenül, hogy érzelmileg távol próbálom magam tartani, és próbálom a készségeimet olyan szinten tartani, hogyha bármikor el kell mennem egy kilenctől ig tartó munkahelyre felvételézni, akkor el tudjak menni, és akkor az lesz, és akkor nincsen semmi baj, hanem akkor azt, azt fogom csinálni. Nagyon szépen köszönjük, hogy hogy eljöttél, és hogy uh, ilyen mesztelen revet beszéltél magadról, és nem ütötted el egy-két közepes színvonalú viccel, ahogy általában szoktad. Köszönöm szépen. Most tudom a... vissza, hogy edésség. beszóltál az ingemre. Amúgy, és végig nem voltál szimpatikus, is. és ez nagyon nehéz, ez nagyon nehéz lehetett megcsinálni. Nem, nem, egyébként most egy nagyon-nagyon kontrollt láttunk rajtad, mert társaságban, mikor magunk vagyunk, hamarabb jön ki belőled az a síkideg, akit is, akit megszerettek és megismertek az emberek. Most direkt nem lehet, ki. hogy az, lehet, hogy ez a jelmez. Ú, uh, de meta, tényleg nagyon meta. De mindegy, lesz még uh, alkalmatok követni a Barnát akkor, amikor a potpeden meghallgatjátok a teljes adást, még egy-két percig, ugyanis csinálunk egy közös dalt, a potpeden már egy héttel előrébb járunk, aki pedig a Youtube-on szeretné megnézni klipformájában pár nap múlva, az is megteheti, és ebben a közös dalban a következő szavak és kifejezések fognak szerepelni. Zilleniál, coach, szubjektív értékítélet, létbizonytalanság, moralizálás, mindig minden szar, eljinkszelni, 5 és 10 éves terv. Köszönjük szépen, hogy Köszönjük itt, voltál. itt voltál. Köszönöm szépen. Sziasztok. Ha kíváncsi vagy a közös dalunkra, amit ennek a beszélgetésnek a szavaiból írtunk és élőben adunk elő, akkor kattints át a podpet.hu-ra, ahol akár most is meghallgathatod ingyen. Itt a Youtube-on pedig iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő epizódról, vagy az ehhez a dalhoz készült később megjelenő videóklipről. Én adhatok egy jobb tanácsot neked, mint az összes coach fog egész életed. Hogy menekülj, amíg teheted, <laughs> Nem. menekülj ebből az adásból. A, ez, ez a, hogy, hogy kik vagyunk a valóságban. Ha mezitláb vagy, akkor tudod úgy tartani a lába, lábadat, a meztelen lábadat, hogy tulajdonképpen csak a nagy lábujjadat látod, és tudod addig nézni, amíg egy ilyen egyújú, ilyen sárkány valamivé válik. Szoktam. Szoktad? Igen. Hogy azt, azt, amit akkor csinál az agyad, amikor olyannak látok, hogy maradj úgy. És akkor az, az segíteni fog. S mást is tudok úgy látni? Igen, én, én például a kezemet is tudok. Ezt kell megtanulni, hogy a másik embert is egy sárkánynak lássuk.